Kiis! Kiis! Kiis, kelj már fel! Na, figyelj már! Hallod? Nézd egy új trükköt! Kiis, gyere már! Kiis! Mi van? Na, figyelj már, láttam a TikTokon egy új trükköt, hogy kell kiesni a teraszról úgy, hogy ne sérülj meg, figyelj! Szóval... Eltört a lábam. Szerintem az enyém is. Itt egy kicsi kis. Hallod, itt van mögötted valaki. Egy kicsi kis, látom. Nem kis, én ezt nem látom, de mögötted van kettő fura kutya. Szevasztok. Jó! Úristen, de régen láttalak. Szia anya, szia apa. Micsoda? Mi az, hogy szia anya, szia apa? Hát apa anya. Mi? Micsoda? Ők itt a szüleid? Nem ismersz! Ja! De figyelj már, ti itt hagytátok nekem kist még gyerekkorában az ajtóm előtt, ti mit kerestek itt? Hát most úgy gondoltuk, visszajövünk. Köszönjük, hogy vigyáztál rá eddig. Ó, de üldetod van meg a bokkira, tajzsira, hasznos is zavok meg. Már, fúj, menj már innen! Jézusom kis, szólj már rá apádra! Hát szólj! Jó van, jó van, erősebben, kényszerít! Segítség! Visszautasítod ez a szép szokás? Nem, jó van akkor, mondjad! Ez egy családi szokás! Jó, oké, bocsánat, igen. Neked is nagyon illatos a fejed. Várjál, itt a popsim, azt is. Nem, micsoda? Nem, én ezt nem vagyok hajlandó. Muszáj leszel! De muszáj vagy! Kis, jó, oké, megvolt. Akkor jó, köszönjük, hogy vigyáztál rá. Gyere, kis, megyünk haza. Na most tényleg... Nem akarok. Itt nézzétek meg, milyen jó gépeim vannak. Itt már minden megkapott tőlem, látjátok? Van saját számítógépe, csomó sztéket kap minden nap. Nem szabad. Mi ez itt? Gép, ez itt a közös házunk. Így, gyerek, fiam, bajba leszel, úgy szépen ezt be kell falazni. Oda nem szabad bemenni. De most mi bajotok van? Dani, csinálj húst! De oké, csinálj neked sztéket akkor. Mi? Látod, ennyire csinálni? Nem szabad, neked vadásznod kell! Te, úristen! Ne legyél ilyen! Hogy vadásznék már, hagyjál már! Megfogod a fegyvert! És kimész vadászni! Most azonnal! Áááá, ne nem! Nem vadászom! Magadnak szeretsz a fel! Várjál, nem inkább őt, mert van egy macskánk amúgy. Na, akkor hajrá! Keresd meg! Oké, nem tudom, hogy... Inkább vigyétek akkor kis, sziasztok! De beszélnégyezem az ágyát, és akkor, hogyha bejön, akkor bum bum pak pak! Na, jó, mert vigyétek innen a kutyát akkor, hogyha ennyire akarjátok, de titeket már nem bírlak itt tovább. Na. Gyerek is! Nem mondjál ilyeneket a szüleimnek, mert bírjuk. Náú! Jó van már! Sziasztok! Hello! Szevasz! Kiis, ugye még vissza fogsz jönni? Nem! Mi? Srácok! Akkor hát ezek szerint ennyi volt? Vége? Elbúcsúztok kis öröktre? Hát jó, oké, hát ez eléggé szomorú volt. Nem hiszem el, de a szüleim úgy nagyon idióták, vagy nem tudom, hát bejöttek a szétdrátok engem gépfegyverekkel, még rosszabbak, mint kis, komolyan mondom. Legalább hát igazából már kezdem érteni, hogy kis amúgy honnan tanult ezt egészet, de hát mindegy. Hát jól van, remélem, hogy kisnek boldog élete lesz majd. Na, akkor itt fogunk élni. Örülsz kis, hogy végre itt lehetsz velünk? Igen. Én nagyon örülök. Ez föld, a legjobb. Meg na. Ablak, meg föld, meg ablak. Ez a legjobb dolog. Ide tesszük az elkapott prédállatokat, meg ilyenek, tudod. Elkapott? Én nem. Hát mi vadászunk, tudod. Ti fogtok? Nem, te fogsz. Mindenki magának szedi. Legyél férfi. Na jó van, akkor csináljuk a mai programot. Jó ét. De itt kell aludni. Meg vadászni. Hello! Mizu! Vadásztam. Na, mutasd, mit hoztál? Ez ilyen komolyabb, várjátok, hova laktam? Nem is tudom, ott van, igen. Itt van. Hol? Itt, piros. Ez a kóró? Kóró? Nem, itt ez a Meki. Meki? Van benne csirke, burger, van benne pitek. Mi ez a hely? Nézd! Ez mit keres itt? Nézd, ezt idehoztam, ezt vadásztam. Nézd, itt vannak sütők, mit tudom én, minden. Grimasszék. Nem, ez nem lehet. Ez nem lehet, ezt el kell pusztítani, ezt el kell pusztítani. Mit csinálsz? Mutasd, ezt el kell pusztítani. Segítség! Most szépen elmész vadászni. Mi? Nem tudom. És nem hozol szégyent a családra. Hagyjál békén. Menjél vadászni.
vadászni, addig haza se gyere! Segítsetek, nincs energiám! Ne viccetek! Nincs energiám! Keljetek fel! Vadásztam, ahogy akartátok. Meghoztam. Mit hoztál? Kóró! Ez nagyon finom, ezt tudjuk rágni. De nem jó, nincs íze. Meg se lehet enni. Dehogy nem, ez a legfinomabb. Gyere, egyen. Addig egyen, amíg van. Megetted? Meg. Hozzá de még. Ezt én vadász. De ne, nem érnek el, hozol nekünk, ha már itt vagy. Felél van a fejed felett, már pedig elmész vadászni. Hát ezt... már ahol, hát néha kiesik itt a föld, olyankor nincs. Jó, hát nem tudunk mit csinálni, ez van, ezt kell szeretni, a húzás vadászni, nem. Én nem fogok. Mi az, hogy nem fogsz? Akkor nem. Takarodj innen. Nem bírom én ezt tovább. Jó, itt vagyok, bocsánat, itt vagytok, alszatok, keljetek fel. Mondjad, mit szeretnél? Hát, visszajöhetek? Nem aztán hallom. Kórot. Nem hallom. Bocsánat, de itt a kóró. Nyami, kóró! Jól esett. Na! De most alszok egyet szerintem, mert már nagyon fáradt vagyok. Hát igen, ezen a helyen itt lehet aludni, mivel... van, amikor csak így random este lesz. Na, pont este van, ja. Akkor jó hét. Kis kájfett. Akkor nem alszunk el csak úgy, elmesélünk mindannyian egy-egy viccet. Volt egyszer egy kutya, és megvett egy kórót, de aztán hallal volt bekemve, és hányt. Béna kutya, na ez jó volt kis, ügyes vagy, helyte. Te, mondj egy viccet! Anyád, épp beszélj, te süket! Teljes! Én mondjak egy viccet? Na jó. Van az a vicc, amikor két ember elmegy boltba, tudjátok melyikről van szó, arról a vicc, amikor elmennek boltba, kérek lottót, nem kapnak, majd hasra esnek, és aztán kiderül, hogy nem is nyerték meg a lottót. Riadó! Mi van? Jó reggelt! Itt egy idegen zsák! McDonald's? Meki zsák! Na jó, kiárhatod a Mekibe! Valaki betört hozzánk? Nem tudnak betörni, hát a legbiztonságosabb ajtónk van, ablakaink meg a legbiztonságosabb házunk. Valaki bejött hozzánk, de ki lehetett? Maradj csöndbe! Ne szólj semmit! Valaki bejött hozzánk! Na jó, nem érdekel! De bejött és letett egy Mekizacskót! Igen, vagy köztünk van, nem, az nem lehetséges. Nem, ugye? Nem te voltál! Nem, szerintem dobjuk ki! Margit, tuti te voltál! Dobjuk ki! Mi? Látod, dobjuk ki, nem számít! Nem dobhatod ki! Hol van? Add ide! Ki fogom szagolni! Feje, add ide! Lehelj rám! Mi? Lehelj rám! De, minek? Lehelj rám! Külkömbre szagolod a hás szádból! Hát, mert még Daninál lettem! Nem hiszem el, hogy megint ezt csináltad! Menj innen! Tudom, hogy csináltad! Nem akartam csalódást! Megint? Csültkrumpi szaga van a szádnak! Azt hiszed, nem jövök rá? Azt hiszed, nem jövök rá? Na gyere csak ide! Hol van? Hozzad a szíjat, elverem! Mi az, hogy izét eszel? Gyere csak ide! Kizársz minket a saját házunkból? Na, Margit, engedj már innen! Hova lett? Hol van? Na jó, ha visszajön, azban a minnalban el fogjuk verni, jó? Hallom, itt lélegzik valahol. Nem tudom, hol van? Na mindegy, ha feljön, akkor elverjük. Úgyis vissza fog jönni. Jó, kis! Mi csinálsz itt a házban? Szia, kis! Mi az? Mi a gond? Itt van, kis! Dani is, kis! Ne, kussolj, menj be! Mi az? Mi van már? Menj be!
Hello, sziasztok! Ki is beküldött engem? Ki nem küldtelek be te? Na jó, csak úgy bejöttem. Mizú, srácok! Kis, szerintem alszik apud. Mi? Nem tudom, mit csinál, itt nem tudom, mit alszik. Nem szóhozzam. Csíp meg a bal lábujját. Biztos? Arra szokott felkelni. Jó. Halló, halló! Itt vagyok, Dani vagyok, hello! Ja, te vagy. Igen, Kis küldött, vagy hát Kis mondta, hogy jöjjek ide hozzátok. Tudod, hol a Kis? Nem, dehogy is. Azt mondta, tudod? Azt mondta, hogy küldött? Úgy értem, hogy Kis, tudod, a másik Kis, mert már új Kisem van, mert a mostani Kist elloptátok. Aha. Akkor mutasd meg, hol van ez a mostani Kis. Hát nézd, ott fenn az a nagy szobor, az a nagy fehér. Melyik? A középső. De hát... Tehát, jó, ne baj, akkor beszélek vele, jövök mindjárt. Jó, oké, és... Kis, ez most mire volt jó? Most mi a bajod? Hát meg akart verni. Hát de mi az, hogy meg akart téged verni? Hát mert azt mondtam, menjek el vadászni, én meg idehoztam a Mekit. Szerintem látnak téged. Nem. Gyere ide! Nem fog tudni eltalálni, ami közel nem ért. Srácok, ahogy látom, Kis nagyon el van az új családjával, hát kíváncsiak, hogy ebből majd mi fog még kisülni, de hát találkozunk legközelebb, sziasztok! Állj meg!